1968 emlékére és tiszteletére a Crosby, Stills & Nash csodálatos melódiáját játsszuk. Cost of Freedom, fogadják szeretettel. 1, 2, 3, 4. Find the cost of freedom buried in the ground. Mother Earth will swallow you, lay your body down. Find a cause of freedom buried in the ground. De 40 éve már leszáll egy hajó és egy piros madár. József Attila és az ország úti vándor terébe ötve szólt a korszak színpadáról. Ez volt a kec, no, ez volt a kec, ez volt a kec, ez volt a kec. A Párizs kert az Athénen nyomta, az Ihni park, ahol a kekszés nyomta. Két ég a csillagok, ne ragyogjanak, és hogy a kanapé ne aludjanak. Mert a család kincse, ez a kanapé, a színe zöldsárga és a nagy ég. A néva vára minden nap lepöl, de talpok alatt magyar még a föl. És ott volt a kec, ott volt a kec, ott volt a kec, ott volt a Köszönjük! Szükségünk volt erre a dalra.
Nagyon szépen köszönöm. Igazán kedvesen. A Kex volt az a társaság, aki először a költészetet összerakta az akkori valamilyen fajta zenével, és hogy gyakorlatilag a Baksa volt az, aki kiment előre és elvarázsolta az embereket.
A tiszta szívvel, azt mi megelőztük még annyival, hogy a két hexametert hozzáraktunk. Kiterítenek úgy így. Miért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgy így. Köszönjük szépen!
És akkor még néhány olyan nagyon-nagyon közismert, mindenki által gondolom ismert nóta, de egészen más köntösbe. A Család. Boldogan repülnék ma én
boldogan repülnénk. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. És hát akkor egy rhythm blues változattal, mielőtt mi átadnánk majd a Taurusnak a színpadot, elmondanám még egyszer, Lee Oliver. Csodálatos ember. Másik igen csak szép csoda a fiatalok, mert hát ugye nekünk vércserét kell csinálni. Erre valók ők, többek között Simon Fejér Pál. Jó. Nem jó! Fejér Simon Pál, bocsánat. Zongora, Olá Bence. A vokálnál Kis Flóra, Szakonyi Milán. A dobnál Móri Attila, a felvételeken Kisfalói András van, az eredeti dobos, csak ő most épp a filmet csinálja, tehát nem kiszorítottuk. Zsoldos Tamás a basszuson. És hát Fekete István. Trombita. Mindenesek hátul. Nagyon szépen köszönjük. Hölgyeim és Uraim, Tóth János Rudó. Nagyon köszönöm. Nem hitte el,
Nagyon szépen köszönjük. Hát ez volt, amit a Kekszel kapcsolatban összetudtunk rakni. Befejezésül pedig egy talán kevésbé ismert, ami egy bútor darabról szól, egy kanapé, ami valaki számára nagyon fontos volt, és a Baksa Verának, tehát János húgának még annyira fontosabb volt ez a kanapé, mert ő írta ezt a szöveget, amit mi most megpróbálunk valamilyen másfajta megközelítésbe elmondani. Tartalmilag nem túl bonyolult, de hát nem is az a cél. Köszönjük! Köszönjük szépen! Ez volt a Kekszünet. Jó érzés volt végig Kekszdalokat játszani másköntösben. Olyan közönségnek, akiknek még maga korában igazi közük is volt hozzá. Isten áldja önöket!
Köszönjük, hogy itt voltak, köszönjük, hogy velünk voltak. További legjobbakat kívánunk. Kellemes ünnepeket, hogy annak is eljön az élet.